Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a nézőket! A kaposvári Jézus Szíve templomban állunk, e templom plébánosa vagyok, Vajda Gábor. Templomunk az 1920-as években épült. Létezése, története a Tanácsköztársaság bukása után kezdődött. Ugyanis ekkor döntött úgy a kaposvári polgárság és a cukorgyár vezetése, hogy papot kérnek a veszprémi püspöktől, hitoktató papot, hogy foglalkozzon a cukorgyári munkások és az ő családjaik lelki életével, lelki vezetésével. Így érkezett a 20-as évek elején városunkba Boldizsár József Zoltán, mint hitoktató pap. Nagyszerű munkájával belopta magát az emberek szívébe, és fölkeltette az igényt arra, hogy templom épüljön ebben a városrészben. Kaposvár városa a régi használaton kívüli temető egy részét ajánlotta föl a templom építésére. Az anyagi alapot pedig egy pécsi egyházmegyei kanonoknak, Döbrösi Alajosnak a végrendelete hozta, aki teljes vagyonát egy kaposvári templom kápolna építésére hagyta. A munkálatok, a tényleges munkálatok az alapkő letétele után 1925-ben kezdődtek, és 28-ig tartottak. 1928-ban a templom már alkalmas volt a Szentmise áldozat bemutatására, de még távolról sem volt teljesen kész. A munkálatokban részt vett az egész város, mind adományaival, mind kétkezi fizikai munkájával. A templom főoltára 1935-ben készült el, és ebben az évben június 30-án szentelte föl mind az oltárokat, mind az egész templomot dr. Roth Nándor veszprémi püspök. A templom címét tekintve Jézus szívének lett szentelve, a néphagyomány mégis úgy ismeri ezt a templomot, mint a kaposvári hősök templomát. Ugyanis már a tervek elkészítésekor szóba került az idea, a gondolat, hogy állítsunk emléket e helyen a hősöknek, mindazoknak, akik itt Somogy megyéből a világháborúban vesztették életüket. Így a kaposvári Jézus Szíve templom egyben a háború áldozatainak, hőseinek is egy emlékhelyeként készült el. A hősök emlékét, neveit márványtáblák őrzik a templom oldalában. De hogy ez a templom a hősök temploma, az egy más módon is kifejezésre kerül. Ha a templom hajójában állunk és körbetekintünk, a falakon és az ablakokon ábrázolva keresztény hitünk hőseit láthatjuk, szenteket és boldogokat. Mind hazánk szentjeit, mind Európa és az egész világ szentjeit. E szentek emlékeztetnek bennünket arra, hogy a mi hivatásunk is nem kevesebb, mint hőssé válni, hitünk hősévé, szenté lenni. A templom hajó négy nagy ólomüveg ablaka a szentek négy rendjével szembesít bennünket. Szent Gellért alakjában a vértanúk rendjére csodálkozhatunk rá, majd Árpádházi Szent Margit hozza közel hozzánk a szüzek rendjét. Szent Mária Magdolna alakjában a vezeklők rendjére tekintünk, végül a hitvallók rendjét Assisi Szent Ferenc képviseli számunkra. A templom kórusának mellvégyén pedig a magyar szentekkel találkozhatunk, nemzetünk hőseivel, eszményképeivel, akik arra emlékeztetnek bennünket, hogy nekünk magunknak is szenté, szabad és kell válnunk. A szentéválás útja, hogy kérjük az Isten segítségét, hiszen egyedül gyengék vagyunk. Ez az imádság által történik. A legtökéletesebb imádság pedig, amit maga az üdvözítő tanított nekünk, vagyis a mi atyánk. Ezért láthatjuk a templom hajó mennyezetén a mi atyánk ábrázolását. A templom hajójából előrébb lépve elérjük a kereszthajót,
ahol Jézus életének eseményeit ábrázolták eleink. Jézus születésével indulunk a Szent József oltártól, majd a középső részen Jézus felnőtt életének eseményeiből négyet választott ki a festő, majd elérkezünk a Pieta oltárhoz, ahol Jézus szenvedés történetének eseményeit szemlélhetjük. A szentély minden templom szíve, ahol az áldozatbemutatás zajlik, lépcsőkkel van elválasztva a templom többi részétől. Ez egy jelkép, hiszen minden liturgia, minden istentisztelet, amiben részt veszünk, a mennyei liturgiába, az örök mennyei istentiszteletbe segít bennünket betekinteni, abban való részvételt jelent. Így a lépcsőfokok azt szimbolizálják számunkra, hogy ami történik, az bár itt a földön zajlik, de már a mennyországhoz tartozik. Templomunk szentélye, annak freskója, az utolsó ítéletet jeleníti meg, vagyis azt az utolsó napot, amikor a mi áldott Urunk szentjei és angyalai kíséretében eljön közénk, megszólalnak a harsonák, a halottak föltámadnak sírjaikból, a jók és igazak a mennyek országába kerülnek, a gonoszok pedig elnyerik tetteik méltó jutalmát, a pokol tüzét. Ami áldott Urunk második eljöveteléhez segít bennünket hozzá az Anyaszent Egyház a szentségek révén, melyek a gondviselő Isten eszközei, ami életünkbe való belenyúlásban, életünk sorsfordító pillanataiban, és azon kívül is mellettünk áll a fölséges Isten kegyelmeivel. A szentségek közül, e mennyei eszköztár közül hetet különböztet meg a katolikus egyház. Ezt a hét szentséget láthatjuk sorban ábrázolva a szentély üvegablakain. A szentély üvegablakai alatt pedig azon bibliai jeleneteket láthatjuk, amelyek leginkább kapcsolódhatnak az adott szentséghez. A főoltár gyönyörű szobra Jézus szívét ábrázolja, hiszen ez a templom címe. A templom szentélyének két oldalán helyezkedik el egyrészt a keresztelőkút, ahol a kereszteléseket végezzük, másrészt a szűzanya gyönyörű szobra, melynél a hálatáblák sokasága jelzi, hogy Mária meghallgatja az imát, és segít bennünket anyai palástjával oltalmaz és támogat utunkon a mennyek országa felé. Templomunk freskóit Gebauer Ernő pécsi festőművész alkotta. Az utolsót, feltehetően az utolsót 1948-ban a szentély freskójánál olvashatjuk ezt a dátumot. A templomunk, mint korábban mondtam, egy temető fölé épült. Még sincs azonban kriptája. Ennek ellenére öten nyugszanak e templom kövei alatt. Boldizsár József Zoltán, az építtető plébános, aki az 50-es évek elején távozni volt kénytelen Kaposvár városából, és csak holtában engedte vissza az akkori államhatóság, de eltemethettük ebben a templomban. Döbrösi Alajos kanonok úr, aki vagyonával lehetővé tette a templom építésének elkezdését. Továbbá Kladnig Alajos és a felesége. Kladnig Alajos volt a cukorgyár, a mellettünk lévő cukorgyár első vezérigazgatója, és egyben a templom építésének patrónusa, és az itteni egyházközség első elnöke. Továbbá itt nyugszik még Szekér Józsefné, aki a plébánia épületet hagyományozta az egyházközségre. Az ő emléküket imádságainkban őrizzük, mindazokkal együtt, akik a templom építésében, szépítésében részt vállaltak, részt vállalhattak. Szeretettel köszönöm figyelmüket, a Jóisten áldása segítse önöket útjukon, s ha ez az út a kaposvári Jézus szíve templom felé kanyarodna, szeretettel látjuk önöket, nézzenek be egy fohász erejéig a Jézus szíve templomba. Dicsértessék a Jézus Krisztus!